Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőmet, és ezzel a videóval el is kezdeném a nemrég beharangozott Star Wars hetek sorozatot, ami ugye ebből az évből még hátra lévő néhány hétben lesz majd látható. És ez a játék nem más, mint a Star Wars Episode 1 Racer, vagyis a Star Wars Racer, egyszerűbben mondva, ami tulajdonképpen az első rész a Star Wars Episode 1 The Phantom Menace, vagyis a baljós árnyak egyik jelenetét ragadta ki, és készített belőle játékot. Ez nem más, mint a Pod Race verseny, vagyis a fogadhajtó verseny, ami ugye a filmben a Tatooine-on volt, a Bounty Asti nagy verseny, amit Anakin Skywalker nyert meg Szebulba, az addigi csúcstartó és rekorder és bajnok, és még lehetne sorolni szemben, vele szemben. Itt lehet látni az alapértelmezett karakterünket, ami nem más, mint Anakin Skywalker, és az ő fogat járműve, ami a filmből jól ismert fogat. De ő rajta kívül lehet még további járműveket, illetve pilótákat választani. Itt lent egyébként lehet látni az adott jármű milyen specifikációkkal bír. Egyelőre csak néhány, igen, Adimandről választható utoljára fogat választható itt, igen. És ha jól emlékszem, akkor az első két verseny, ami ebben az esetben is itt az legelső verseny, az a Tatooine, tulajdonképpen ugyanaz a verseny, ami a filmben is volt, viszont röhelyesen egyszerű emlékeim szerint. Ugye a játék a filmhez hasonlóan 1999-es, ami azt jelenti, hogy már 16, bő 16 évvel ezelőtt itt, szóval tényleg nem egy mai darabról van szó. A játék eredeti lemezen van meg nekem, problémák voltak egyébként az újabb operációs rendszerekkel való futtatásával, szóval nem is voltam biztos abban, hogy el fog indulni. Viszont hála Istennek sikerült találnom az interneten egy fixet, ami lehetővé teszi a Windows 8.1, illetve a Windows 10 rendszereken való futtatását is, úgyhogy ennek köszönhetően válik alkalmassá arra, hogy videót készíthessek belőle, aminek én személy szerint nagyon örülök. Na, tehát hogy hűek maradjunk az eredeti film történetéhez, a Tatooine-i versenyt mindenképpen Anakinnal tesszük meg, és mint mondtam, egyébként is borzasztóan egyszerű emlékeim szerint, bár már nagyon régen játszottam vele, 1999-ben, igen, ebben az évben alig 14 éves, hát igen, ebben az évben töltöttem a 14. évemet, szóval elég nyikhaj voltam még akkor tájt, de a következő években is azért ez nagy kedvenc maradt ez a játék. És egyébként azok körében, akik szeretik a Star Wars játékokat, én biztosan állítom, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy ez volt az egyik legkiemelkedősebb és az egyik legszórakoztatóbb Star Wars játék. Itt látható tulajdonképpen a Tatooine-i pályának az útvonala. Láthatjuk, hogy három kört kell megtennünk, és hogy Szebulba az itteni bajnok, őt kell legyőzni. Na hajrá! Welcome to Tatooine, Podrace fans! Our glorious host, Jabba the Hutt, has moved into the arena. Yabode, Jabba the Hutt! No, fel is sorakoztak a versenyzők a rajtvonalnál, és pillanatokon belül indul is a verseny. Így van, Szebulba rögtön az élre tört, viszont nem kell sokáig várni ahhoz, hogy mindenféle boost, meg minden nélkül, csak hogy simán lehagyjuk őt, íme. Ennyi volt, hiába kárunkodik, meg dumál a háttérben. Nekünk ő ennyi volt, tehát megettük, mint nem tudom én mit reggelire, szóval igen, ez egy rendkívül frappáns szófordulat volt. valami igazán jót akartam mondani, de rohadtul semmi nem jutott eszembe, nem baj, van ez így. Úgyhogy tulajdonképpen innentől kezdve abszolút sétagalopp a verseny. Ugye arra kell figyelnünk, hogy lehetően ne ütközzünk, az azonnali felrobbanást jelent, viszont visszarak a pályára néhány másodpercen belül a játék, illetve ami még fontos, az az, hogy a hajtóműveink, hoppá, hát igen, valami hasonlóra akartam célozni, a hajtóműveink lehetően ne ütközzenek semminek, ne súrlódjanak a falnak, őnek,
mert akkor sérül. És az R betű megnyomásával egyébként lehet javítani a hajtóművet, itt van, meg is csináltuk az első körünket új pálya csúccsal. Legalábbis ami az egyéni csúcsokat illeti. Szóval az R betűvel lehet javítani a hajtóműveket, viszont érdemes vele érdemes inkább odafigyelni arra, hogy ne sérüljünk lehetőleg, mert elég lassúcska, meg több fázisú, ha jól emlékszem, a hajtóművek javítása. És a javítás közben talán lassul is a jármű, ami úgy evidens magától értetődő. Mindjárt, hogy kikerülünk ebből a kanyonból, nyomok egy boostot. És azt is lehet boostolni a járműveket. Azaz. És hát egy ilyen egészséges 670-es tempóval mentünk. Ilyenkor, amikor a boostot nyomjuk, második kör is megvan, újabb pályakör csúccsal. Vigyázni kell arra, hogy a hajtóműveink nem melegedjenek túl. Egy néhány másodperc alatt elkezd vészjelzést adni, hogy túl fog melegedni, és ilyenkor egy pillanatra érdemes levenni úgymond a gázról a lábunkat, hogy visszahűljön és a boost is abban maradjon. Tehát látjátok, még csak meg sem próbálnak megszorongatni bennünket a Szebulban, mint bajnok, ugyan már. Tehát közel sincs, közel sincs olyan szinten a kihívás Tatooine pályát illetően, mint amilyen a filmben volt. Azért a filmben nem volt egyszerű, na erről beszélek, surlódik a hozzá, ütődik valamihez a hajtóművünk. Szóval a filmben ugye közel sem volt ilyen könnyű dolgának innak, Szebulbával, meg ugye eleve az egész helyzettel szemben. De pillanatokon belül megnyerjük a futamot. Tatooine, Hunta esti nagyverseny. Ennyi volt. A középső körünk, a második körünk volt a legjobb időben, 57 másodperccel. Jó. Ez a kis dallam egyébként, ez nagyon jó pofa, hogy bekerült a játékba. Ez a Star Wars Episode 4 az Új reményben volt először hallható. A Cantina Band játszotta ezt a dallamot. A következő rész Mon Gazzan, vagy Gazzan, nem tudom pontosan jól ejtettem-e, fog játszódni, ami emlékeim szerint a Kesseli, illetve a Kesselen van, a Kesseli fűszerbányák kellős közepén. Itt láthattuk a helyi bajnokot. És hát nézzük meg, hogy mi vár itt ránk. Itt is látszik egyébként, hogy ez a Kessel, igen. Hát itt is látható, hogy azért van a képernyő közepén az a kis kocka, és abban látható a videó, mert hát egy kis felbontásra van optimalizálva, vagy hát volt optimalizálva ez a játék. 99-es igényeket elégített ki. Annyira nem meglepő, hogy 16 évvel később ezt így jeleníti meg a program. Na de. És hogy jól emlékszem, ez a pálya mellé még sokkal egyszerűbb, mint az előző volt. Sőt, srácok, egy kis egérutat is adok a többieknek, úgyis ott fogjuk hagyni őket, mint a szart. Na, arról azért nem volt szó, hogy belém jöttek. No! Az első körnek vége is, tehát ez egy ilyen kis rövid pálya. Na, itt van a második helyezett. És ott az első, erről van szó, kérem szépen, már is elsők vagyunk. Ó, és már körözni is fogunk mindjárt. Az utolsót. Ez az. Ojja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 j
Na de se baj. Még semmi nincs veszve.
újra le fogjuk körözni az utolsó helyezettet. Így van. Második kör. Nem, ez már harmadik volt. Nem is figyeltem. Így van. Szóval a kesseli fűszerbányák is kész van. Nagyon laza győzelem volt. Alig félperces körökkel. 21 néhány másodperces körök voltak. Hát a helyi bajnok lett a második helyezett. Ez annyira nem meglepő számunkra. A következő, Ando Prime. Ez egy havas világ, ez egy fagyott világ. És innen fogjuk folytatni majd. Ettől kezdve egyébként már egy kicsit nagyobb kihívás lesz a játék, szóval nem lesz ennyire egyszerű és ennyire sétagalop, mint az első két pálya volt. És valószínű, hogy Anakin szekerét le is fogjuk cserélni egy másikra, de majd meglátjuk, hogy mit hoz a következő epizód. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és hamarosan jelentkezem egy újabb Star Wars játékkal, és később ide is vissza fogunk térni értelemszerűen. Sziasztok!